Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te és ő szerelmi jóslás. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, te és ő. Asztrológia nélkül 4000 forint, a védikus asztrológiával együtt pedig 10000 forint. Mielőtt mutatnám a kártyákat, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ez a videó január 31-én jelenik meg. És ezen a napon a Hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót, Kétút. Kétú az jelenti a múltat, gyakran azt is, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez kihathat a szerelmi élet területére, hogy van itt egy lelki kapcsolat. Azon kívül Kétú szimbolizálja az érzelmeket, vagy egy belső utat, egy spirituális területet is. Ezen a napon van gyógyító erő, azon kívül alkalmas arra, hogy rendbe tegyük a párkapcsolatot, hogy rendezzünk vele valamit. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, ezzel szemben az övé. És megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Érdekes, hogy ezen a kártyán megjelenik a sárkány. És pontosan erről beszéltem a lefele mozgó hold csomó esetében. Hiszen Kétú az a sárkánynak a farka, és utal a múltra, utal érzelmekre, és ezzel szemben van Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó, és az nem más, mint a sárkánynak a feje, jelenti a jövőt, vagy a gondolatokat, terveket, változásokat. Itt a múltról és a jövőről van szó, ami a mi feladatunk, hogy középen maradjunk, és a jelent éljük. Itt ezen a kártyán megjelenik ez a kard. Ennek is van jelentősége, el kell vágni ezzel a karddal bizonyos dolgokat, helyzeteket, kapcsolatokat, ami blokkol. Ez lehet félelem, vagy bizonytalanság, vagy egy negatív gondolat, mint például, ebből úgysem lesz semmi. Amit itt ez a kard még jelent, tisztázni kell a dolgokat, és beszélni kell egymással. De visszatérve itt az első kártyára, itt ez a torony összeomlik. Lehet, hogy így érzed, hogy jelen pillanatban elveszíted a talajt a lábad alól, és úgy gondolod, most minden összeomlik körülötted. Vagy nála, ez lehet az ő helyzete is. De szükség van erre a változásra. Erre utal a sárkány meg ez a kard is. Lezárni ezeket a dolgokat. Viszont a kártyák mutatnak még valamit, hogy ő hibázik. Hiszen látható, hogy így fogva tartja ezt az arany érmét, mert úgy gondolja, ez egy biztos helyzet, de nem így van, hiszen összeomlik minden. Tehát nem ez nyújtja a biztonság érzetét, ez a jelenlegi helyzet, hanem kellenek a változások. Valahogy érzi is, hogy így van, de úgy tesz, mintha minden rendben lenne maga körül. Hiszen itt látható, hogy mennyire vidám, jól érzi magát, de itt a 9-es szám jelenti a korlátozásokat. Mégpedig
Én úgy szoktam mondani, hogy ez a 9-es szám olyan, mint egy kerítés. Nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Át kell mászni ezen a kerítésen, hogy elérjük a 10-es számot, hogy legyen egy új kezdet, vagy egy új irány, hogy legyenek változások. De ő fogva tart még valamit, nem tud elengedni bizonyos dolgokat, vagy helyzetet, vagy bizonyos kapcsolatot, de nem mondja azt ki, hogy úgy érzi, úgy gondolja, hogy most minden összeomlik, elveszíti a biztonság érzetét, hanem kifele úgy tesz, mintha minden rendeződne, olyan vidámnak tűnik, mosolyog. Ami még fontos a környezetetekben, vagy nálad, vagy nála, hogy valaki így figyelgeti a dolgokat, nagyon kíváncsi szeméről van szó, az is lehet, hogy ki akarja őt használni, vagy téged anyagilag, vagy rabolja az időtöket, rabolja az energiátokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor trónolj te is, légy kicsit türelmes. Figyeld úgy felülről az eseményeket, és ha neki szüksége van egy jó tanácsra, vagy a segítségedre, akkor légy ott mellette, és bízz abban, hogy lesznek döntések, beszélgetések, nem baj, ha most összeomlik minden, majd lesz egy új irány. Ez a fontos most, ez a változás mindkettőtöknél. És most megnézzük az ő kártyáit. Ez a kép is hasonló, mint itt, ahogy ez a király mutatja, hiszen még valamit úgy fogva tart, nem tudja elengedni. Ő biztos abban, hogy vannak értékek nála is, ő is tud nyújtani valamit, de nem mozog, hanem mindent úgy hagy, ahogy van. Néha kell ez a csendes időszak, hiszen itt meditál, vannak elképzelések, de vannak kihívások is. És bátornak kellene lennie, kimondani a véleményét, vagy harcolni, vagy elkerülni ezeket a dolgokat. De mi történik? Úgy befele fordul, kicsit szomorú. Pedig van jövő, hiszen itt ez a két kehely, utal a jövőre. És ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz újra, mint egy királynő, és ez a királynő ugyanúgy, mint itt, ez az uralkodó nő, uralkodsz a helyzet felett. Mégpedig itt érzelmekről van szó, hiszen ez a kehely jelenti az érzelmeidet, és az a jó, ha olyan megértéssel, olyan érzelmekkel közeledsz hozzá, de először légy inkább még türelmes, várakozó, amíg ő kilép egy kicsit ebből a helyzetből, és közeledik hozzád. Ami történik, az itt látható a jövő, hiszen itt szerelemről van szó, ő szeret téged, te szereted őt, és itt ez a szerelmes pár mutatja a jövőt, utal kettőtökre. És ez volt a te és ő szerelmi jóslás. Örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy látogassatok meg a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, így találtuk meg. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!